Főbb híreink. A rendszerváltás óta ez volt Magyarország legnehezebb éve, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán Viktor miniszterelnök az évvégi kormányinfón a HetiTV több kérdésére is válaszolt. Az Izraelben megbízott új miniszterelnök Benjamin Netanyahu bejelentette új kormányának alakulását. Pilóta nélküli taktikai operatív repülőgép rendszerek beszerzéséről írt alá keretmegállapodást a Román Védelmi Minisztérium az izraeli Elbit Systemmel. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a HetiTV híradóját látják. Belföldi híreink. A rendszerváltás óta ez volt Magyarország legnehezebb éve, jelentette ki a miniszterelnök a kormányinfó keretében, tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján szerdán Budapesten. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország mégis rendkívüli teljesítményt nyújtott. Az ország által nyújtott rendkívüli teljesítmények közé sorolta a tavaszi országgyűlési választást, az ország háborúból történő kimaradását, azt, hogy az ország a migrációval szemben által sarat, és képes volt finanszírozni a megemelkedett energiaárakat, és ugyancsak ide sorolta a munkaalapú társadalom megőrzését, az Európai Unióval történő megállapodást. A kormányfő kiemelte, 2023-ban is az lesz a legfontosabb Magyarország számára, hogy kimaradjon a háborúból. A másik fontos cél, hogy kimaradjunk az európai recesszióból, tehát Magyarországon a gazdasági növekedés nem mínusz legyen, hanem plusz, fűzte hozzá a miniszterelnök. Szavai szerint az egész európai kontinens és benne Magyarország egy új korszakba, a veszélyek korszakába lépett. Hozzátette, a nehéz években nyújtott teljesítményt mindig kétszeres súllyal értékelik. Orbán Viktor miniszterelnök az évvégi kormányinfón a HetiTV több kérdésére is válaszolt. A HetiTV először a Kínával kapcsolatos viszony, a magyar és az európai álláspont értékelésére kérte a kormányfőt. Orbán Viktor válaszában arról beszélt, hogy a világban tapasztalható liberális politika a Kínával való viszony terén is csődöt mondott. Nem lehet egyrészt csak az elveket hangoztatni, tudomásul kell venni, hogy a kínai gazdasággal való együttműködés nélkül Európa lemarad a versenyben. Van helye az elveknek, de a pragmatikus politizálásnak is, azaz a magyar kormány ennek megfelelően gondolkodik és cselekszik, amikor a Kínával kapcsolatos viszonyokról van szó. A HetiTV arra is kíváncsi volt, hogy tervezze a kormányfő jeruzsálemi látogatást. Orbán Viktor elmondta, kifejezetten örömmel vette az izraeli választás végeredményét, azt, hogy valószínűleg újból Benjamin Netanyahu lesz a kormányfő. Akkor még nem alakította meg kormányát. Hozzátette, amikor az előző Netanyahu kormány irányították Izraelt, akkor sikerült még szorosabbra fűzni a két ország közötti kapcsolatokat. Legyenek azok gazdaságiak vagy katonaiak, arról nem is beszélve, tette hozzá, hogy Benjamin Netanyahu volt több évtized után az első izraeli kormányfő, aki Magyarországra is ellátogatott. Orbán Viktor megjegyezte, már várják Netanyahu miniszterelnöki esküjét, amelyet biztosan gyorsan fog követni egy meghívás is, így magyar delegáció látogathat el majd Jeruzsálembe. Kanász Nagy Máté, az LMP országgyűlési képviselője szerint Orbán sajtótájékoztatójából megtudhattuk, hogy az inflációért Matolcsi György jegybankelnök a felelős, a miniszterelnök ráhárította a rekordmértékű inflációt. Az energiaválságért az Európai Unió lett megnevezve felelősként, a szomszédban dúló háborúért pedig nem az oroszok. Gyakorlatilag a magyar kormány az idei évben az energia és szociális válság időszakában a rekordmagas infláció során nem kormányoz és nem a megoldásokat keresi, hanem a felelősséget hárítja át. Az LMP külön megszólítva érezte magát akkor, amikor a miniszterelnök az atomenergiáról beszélt. A politikus elmondta, az LMP felvállalja, hogy minden lehetséges eszközzel küzdenek a Paks 2 ellen, hiszen az egy rossz elgondolás, rossz üzlet és rossz kivitelezővel is valósítanák ezt meg. Az évszázad legdrágább, vélhetően soha meg nem térülő beruházásáról van szó, ráadásul atomenergia helyett a megújuló energiákat kellene támogatni, mondta. Külföldi híreink. Pilóta nélküli taktikai operatív repülőgép rendszerek beszerzéséről írt alá keretmegállapodást a Román Védelmi Minisztérium az izraeli Elbit Systemmel. A minisztérium közleménye szerint az 5 éven belül leszállítható 7 Watchkeeper X-típusú robotrepülőgéprendszer teljes beszerzési költségét áfa nélkül 1,89 milliárd lejben, azaz mintegy 155 milliárd forint értékben határozták meg. Az Elbit kötelezettséget vállalt arra, hogy már az első két rendszer földi irányító állomását, bizonyos alegységeit és elektromos berendezéseit romániai beszállítóktól rendeli meg. A román hadseregnek szánt harmadik rendszertől kezdődően pedig valamennyi szerkezeti elem gyártását a román védelmi iparra bízza. Az MAPN szerint a román hadseregnek szánt robotrepülőgéprendszerek karbantartását és a cserealkatrészek gyártását is a román védelmi iparra bízzák, hogy a válság vagy a háború esetén használatokhoz ne legyen szükséges külföldi műveletekhez.
Csehország szerdán megkapta az első leopárd páncélos Németországtól az Ukrajnának nyújtott segítségért cserébe. A harci jármű kulcsát a német védelmi minisztérium egyik illetékese adta át a cseh védelmi miniszternek. Csehország összesen 14 régebbi gyártású Leopard 2A4 tankot és egy páncélozott harckocsit kap Németországtól cserébe azért, hogy szovjet gyártmányú tankokkal segítette Ukrajnát az orosz hadsereggel szemben. A teljes szállítmány 2024 közepéig érkezik meg Csehországba. Csehország 4,5 milliárd cseh korona értékben szállított T-72-es tankokat és más nehéz páncélosokat Ukrajnának. Kína és Oroszország egyhetes közös haditengerészeti gyakorlatba kezdett szerdán a kelet-kínai tengeren. A gyakorlat célja az esetleges tengeri fenyegetések közös elhárítása, valamint a nemzetközi és regionális béke és stabilitás fenntartása, jelentette a kínai média. A kínai és az orosz haditengerészet 2012 óta tart közösen nagyszabású tengeri gyakorlatokat, a kelet-kínai tartományhoz tartozó vizeken jövő keddig tartó művelet pedig a két ország közelmúltban megkezdett katonai együttműködése elmélyítésének egy újabb állomása. Az orosz haditengerészet csendes óceáni flottájának zászlós hajójával, a Várjág rakéta cirkálóval, valamint a Marshall elnevezett fregattal képviselteti magát, még a kínai népi felszabadító hadsereg haditengerészete egyebek között manőverező rakétákkal, felszerelt rombolókkal és fregattokat használ a hadgyakorlathoz, közölte a TASZ orosz hírügynökség és a kínai haditengerészet. Az Európai Bizottság 4,11 milliárd eurót, azaz 1652 milliárd forintot folyósított 8 kedvezményezett ország, köztük Magyarország energiarendszereinek korszerűsítéséhez az energetikai ipar, a feldolgozóipar, a közlekedés és a mezőgazdaság üvegházhatóságú kibocsátásának csökkentéséhez, valamint az energiahatékonyság javításához tájékoztatott a brüsszeli testület szerdán. Az uniós bizottság közleménye szerint a kiválasztott beruházások a megújuló energiaforrásokból történő villamos energiatermelésre, az energiahálózatok korszerűsítésére és az energiaágazat, az ipar, az épületek és a közlekedés energiahatékonyságára összpontosítanak, valamint hozzájárulnak a széntermelés alacsonyabb széndioxid intenzitású tüzelőanyaggal való felváltásához. Az Európai Unió modernizációs alapjaiból származó forrásokból Magyarországon a gyártási folyamatok optimalizálása, digitalizálása és atomizálása terén végzett beruházások kapnak támogatást a villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében. Az erőszakba torkolló országos tüntetések nyomán a perui parlament úgy döntött, hogy 2024 áprilisában előrehozott választásokat kell tartani. A 130 tagú kongresszus jelenlévő képviselői közül 93-an szavaztak a javaslat mellett. A menetrend szerint 2026-ban esedékes parlamenti és elnökválasztást 2024-re hozták előre. A javaslat ellen 30-an szavaztak, egy képviselő pedig tartózkodott. A jelenlegi elnök az előrehozott választások után adná át a hatalmat a választott győztesnek. A javaslat törvényerőre emeléséhez módosítani kell az alkotmányt, amihez a parlament kétharmados többségének hozzájárulására van szükség. A kongresszus a következő ülésszakán foglalkozik az üggyel. Perúban országos zavargások törtek ki, miután december 7-én felmentették hivatalából és letartóztatták az addigi elnököt. A tüntetők tiltakoznak az intézkedések ellen, és követelik a jelenlegi ügyvivő elnök a korábbi alelnök lemondását. Követelik továbbá, hogy oszlassák fel a parlamentet és haladéktalanul tartsanak új választásokat. A tüntetések során több mint 20-an vesztették életüket. Bővebb információt a brajerpress.com vagy a HetiTV.com oldalon olvashatnak, most pedig pár mondat az időjárásról. Ma többnyire borongós idő várható. Este mindenütt elvékonyodik a felhőzet. A hőmérséklet jellemzően 3-8 fok körül alakul. Én megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!